Jó estét kívánok! Önök a Telepass kistérségi televízió híradóját látják november 2-án csütörtökön. Fizikasót tartottak az Atomenergetikai Múzeumban. 3 napon át fogadták a kutyamenhely számára az adományokat. Már kaphatóak az influenza elleni védőoltások. Ezek főbb híreink, érkezzenek a részletek. A Váci Mihály utcában található játszótérre asztalt és padokat telepített, még a Bátori utcai fitnessparkhoz járda épült, és szintén parkot helyezett ki Magyarné Nagy Edina, a 2. körzet képviselője. Az egyéni 1,5 millió forintos keret terhére a jövőben a Kressz Parkban tervez felújításokat a politikus. A választott képviselők évente 1,5 millió forint egyéni kerettel is rendelkeznek Pakson, amelyből kisebb fejlesztéseket valósítanak meg a politikusok. Magyarné Nagy Edina az óvárosban a 2. körzetben élők mindennapjait igyekszik megkönnyíteni. Az összegből egy játszótér és egy fitnesspark fejlesztése van folyamatban. Vártam belső, hogy felújult, azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes kis játszótér van ott fákkal körülvéve. Az első lépésben oda helyeztünk ki egy asztalt 2 paddal. Itt a félreértések elkerülése véget mondanám, hogy nem csak a kisgyerekes anyukákon segítünk ezzel, hisz laknak ott idősebbek is, akik szívesen kiülnek a fa árnyékába beszélgetni. Most van folyamatban a többi, ez körülbelül 100 000 forintot vett igénybe. A Táncsics utca, illetve a Táncsics Bátori, ahol van a fitnesspark. A fitnessparkat nem lehet megközelíteni, nincs járda. Tehát ezt a járdát szeretném kiépítetni, most van tervezés alatt, most tárgyalunk róla. Oda kihelyezünk egy padot, illetve a tavalyi képviselői keretemből ott egy vízelvezetést oldottunk meg, ami mellett van egy kis hiányosság, ott is pótolni kell a járdát. A legutóbbi önkormányzati választásokat követő évben a gyógyászati központnál történt padkihelyezés, majd később is javarészt utcabútorokat telepítettek a körzetben a keretből. A polgárok folyamatosan keresik képviselőjüket különböző fejlesztést tartalmazó ötleteikkel, a politikus súlyozást követően dönt a sorrendről. Szerettem volna a Kressz Park felújítását, ami nem fér bele 1,5 millióba, ezt mindenki tudja, de legalább a felnőtt sportpályát jó lenne leaszfaltozni. Az idén először arra gondoltam, de nem takarja be a 1,5 millió sajnos, majd megpróbálok lobbizni, hogy az meglegyen. A 1,5 millióról meg úgy fogok dönteni megint, ahogy a lakossági bejelentések érkeznek, sorba rendezem és fontossági sorrendben. Életveszélyessé váltak a Bezerédi Általános Iskola 100 éves gesztenyefái. Az őszi szünetben a veszélyes fa matuzsálemeket kivágták, helyükbe a jövőben udvarrendezést követően új csemetéket ültetnek. Életveszélyessé váltak a 100 éves gesztenyefák a Bezerédi Általános Iskola alsó tagozatának udvarán. A problémára egy műszeres bevizsgálást követően derült fény, melyet a DC Dunakon Plus Kft. Végeztetett el. Üregeket tartalmaz a fák törzse, így nagyobb szélvihar esetén megroppanhatnak, kidőlhetnek. Már korábban kértük ezt a vizsgálatot, 2 évvel ezelőtt vizsgálták meg a fákat, és az elmúlt év májusában sajnos kidőlt egy fánk. Nem is igazán az volt az oka, amiről a vizsgálat szólt, hanem annak a fának a törzse, a gyökere korhadt el, nem is a törzse. Ezeknek a fáknak, amik viszont most kivágásra kerülnek, a törzse sérült. Reményeink szerint pótoljuk majd a fákat, főkertész asszonnyal megbeszéltük. A fák pótlására azonban csak az egész területnek az összrendezése kapcsán kerülhet majd sor. Látható, itt az udvar elég romos állapotban van, tehát igazából addig fákat beültetni, amíg nem tudjuk, hogy az egész udvar sorsa hogyan alakul, addig nem tervezzük. A vegetációs időszak lezártával október végén kivágott fákat az intézmény karbantartásával megbízott Kft. Szállította el. Fizikasót tartottak az Atomenergetikai Múzeumban az őszi szünet ideje alatt. A bemutatón az atomerőmű működése szempontjából fontos fizikai témákról láthattak kísérleteket a látogatók. A program a hőtan, az áramtermelés és felhasználás, valamint az atomfizika témakörét dolgozta fel kísérletek segítségével élményközpontú módon. A fizika show elsősorban az általános iskolás felső tagozatosoknak, valamint a középiskolásoknak nyújtott segítséget,
költséget az iskolai tananyag elsajátításához, de minden korosztály számára hasznos és érdekes programot jelentett. A fizikasót megelőzően tárlatvezetés is zajlott. Magas láz, torokfájás, köhögés és általános levertség, bőrpír. Többek között ezek az influenza tünetei. A cseppfertőzéssel terjedő betegség ellen már kaphatóak a védőoltások a házi orvosi praxisokban. Már elérhető az influenza elleni védőoltás a házi orvosi praxisokban. Ingyen kaphatják meg a védőoltást a 60 év felettiek, krónikus szív- és érrendszeri és autoimmun betegek, a szociális szférában, illetve egészségügyben dolgozók, valamint a várandós hölgyek. Azoknak is ajánlott a védőoltás, akik térítésmentes oltást nem vehetnek igénybe. Ők a házi orvosukat felkeresve, a házi orvos felkeresését követően receptre megvásárolhatják az oltóanyagot. Oltástól kb. 2-3 hetes időtartam az, amíg hatni kezd a vakcina. Tavaly évekhez hasonlóan körülbelül január közepén végén várhatjuk a járvány tetőződését, úgyhogy még január elejéig közepéig még nyugodtan lehet influenzaellenes vakcinát kérni. Az influenza akár tüdőgyulladást és egyéb komoly szövődményeket is okozhat, ezért kiemelten fontos, hogy a szív- és érrendszer, autoimmun és tüdőbetegek minden évben megkapják a védőoltást. Bár a vakcina legyengített kórokozót tartalmaz, ettől nem kell megijedni, hiszen az immunrendszer erősítését segíti. Megfázási tünetek kialakulhatnak, helyi bőrpír jelentkezhet, de maga az influenza járvány terjedésében nagyon nagy jelentősége van abban a gátlásában, hogy ezt megkapja mindenki. Minél többen kapják meg, ugye fél éves kortól már lehet adni csökkentett mennyiségben, akinek otthon a családjában fél éves kornál kisebb gyermek van, ott úgy tudnak védekezni, hogy a családtagok kapják meg ezeket az oltásokat. Az influenza akár spontán beszéden keresztül zárt terekben is terjedhet. Ha tehetjük, kerüljük ezeket a helyeket, vagy gyakran szellőztessünk. A szakemberek azt javasolják, hogyha mindenképpen védekezni szeretnénk, vegyük igénybe az influenza elleni védőoltást, hiszen ez az egyedüli hatásos fegyver a betegséggel szemben. Új helyre, a katolikus plébánia épületébe költözött a katolikus Caritas. Korábbi bazársori székhelyük rossz állapota miatt volt elsősorban erre szükség. Most a Szent István téren tisztaság, meleg és bőséges hely áll a szervezet rendelkezésére, hogy segítő tevékenységét akadály nélkül végezhesse. A katolikus Caritas a plébánia alaksori helyiségeiben végzi feladatát e héttől. Eddig egy bazársori helyiséget bérelt az egyház, annak állapota azonban tarthatatlanná, a költözés pedig egyre sürgetőbbé vált. Az új plébános Kutas Attila ajánlotta fel a plébánia helyiségeit a jótékony célokra. Itt már van fűtés, és akkor itt tudjuk kiszolgálni a hozzánk fordulókat. Ilyen üzlethelyiségszerűen kellett ezt berendezni, hogy mégis legyen azért nekünk egy saját terünk, ahol dolgozunk, és legyen annak is lehetősége leülni, és aki bejön, hogy tudjunk beszélgetni, és vele tudjuk fogadni. És ott találtunk egy raktárhelyiséget, és azt is kitakarítottunk, úgyhogy tudunk tárolni élelmiszert és ruhát, és tehát sok mindenre van lehetőség. A Caritas nagycsaládosoknak, szegény sorsúaknak segít, de megjelentek a margón élők is. Jelenleg többnyire hajléktalan férfiak veszik igénybe a szervezet szolgáltatásait. Ők azok, akiknél már nem igaz az a mondás, hogy hálót és ne halat. Itt már hálót nem lehet adni, őket nem lehet már visszahozni a normál hétköznapi életbe. Egy bizonyos szinten túl már csak ennivalót lehet adni, meg ruhát lehet adni. És itt jön elő az a krisztusi tanítás, hogy éhes voltam, és ennem adtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok. Ezt tudjuk tenni. Mi vagyunk az utolsók, akik még velük emberi hangon beszélünk, és tudjuk őket szeretgetni. És ez egy jó dolog nekünk. Ez a jutalmunk, hogy tehetjük. Azt, hogy a Caritas segíthessen a rászorulóknak, elsősorban a hívők adományai teszik lehetővé. Kovács Sándor alpolgármester szerint elengedhetetlen a jótékonysági szervezet működése, melynek támogatását közéleti és magánszemélyként egyaránt fontosnak tartja, és ezt a gyakorlatban is bizonyította pénzbeli felajánlásával.
nagyon sok ember van, aki rászorul a segítségre. Óriási dolognak tartom, hogy a Caritas fölvállalja ennek az összefogását, összegyűjtését, és egy ekkora önkéntes munkát végez el. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat eddig is és a jövőben is támogatni fogja ezt a tevékenységet, és magánemberként is szeretnék ez a jövőben is hozzájárulni. Nagyon fontosnak érzem ezt, és arra ösztönzök mindenkit, hogy segítsük a Caritas munkáját. A katolikus Caritast a Szent István téri plébánia hátulról megközelíthető alaksori épületében találhatják, keddi napokon 17-től 18 óráig, csütörtökönként délelőtt 10-től 11 óráig tart nyitva, az adományokat azonban a plébánia ezen időpontokon kívül is átveszi. 3 napon át fogadták a vácikai kutyamenhely számára az adományokat a Rosti utcai élelmiszer áruházban. A felajánlásoknak köszönhetően kutyatáppal, konzervekkel és szalámival támogatták a segítő alapítványt. Az akciót a tervek szerint decemberben is meghirdetik. Országszerte több mint 100 állatvédő szervezettel áll kapcsolatban a Rosti utcai üzletet is működtető áruházlánc. A szervezetek tevékenységét gyűjtő akciókkal, valamint az üzleteikben keletkező eladhatatlan minőségű melléktermékek, úgy mint zöldség, gyümölcs, pékáru, tej, illetve húskészítmények adományozásával segítik. A napokban Pakson zajlott gyűjtés, a befolyt összeget kutyatápra, szalámira és konzervre váltva adták át a vácikai Cerberus alapítvány által működtetett kutyamenhely számára. Már Dunaföldvár is gyűjtött, és nagyon-nagyon megörültünk ennek, hogy a Paks is ránk gondolt, és nagyon szépen köszönök mindenkinek, hogy ilyen aranyos, kedves emberek élnek Pakson, és hogy azért gondolnak a kis állatainkra. Ez egy tökéletes együttműködés, ahol mindkét fél nyertes, olvasható az áruházlánc közleményében. Az akciót terveik szerint decemberben is meghirdetik itt Pakson, erre nagy szükség van, hiszen a vácikai telepen jelenleg 280 kutya ellátásáról gondoskodnak adományokból. Nem csak ez nagy segítség számukra, hanem az önkéntesek munkája is. Rendszeres segítőjük, Fritz Anita a mostani akcióban is tevékeny részt vállalt. Nagyon szeretem a kutyákat, és amikor elsőnek kimentem a menhelyre, akkor meglepődtem, hogy milyen szépek és mennyire kedves kutyák vannak kint. A sorsukat, hát a sírógőcs kerülgetett, mikor egy-egy kutyáról megtudtam a történetét, de kint jelenleg megkapják a simogatást, az ellátást, és már csak egy szerető otthonra várnak. Hogy erre rátaláljanak, arra van a legnagyobb szükségük, mondják az állatvédők. Örülünk, hogyha jó gazdikat találunk, természetesen megnézzük, hogy hova adjuk az állatokat, mert hogyha menhelynél rosszabb helyre viszik, akkor már ne vigyenek, de jó helyre viszik, nagyon-nagyon szívesen bárkinek adunk, mert azon vagyunk, hogy minél többen kerüljenek gazdihoz, hiszen ők is szeretnének otthon találni. Az adományokat és az önkéntesek munkáját is szívesen fogadják. Legközelebb november 18-án lesz utóbbira nagy szükségük. A kutyusokon féregtelenítést, valamint bolha és kullancs elleni cseppkezelést végeznek ezen a napon a menhelyen. Köszönik, ha valaki időt szán arra, hogy segítse munkájukat. Péntek estig felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős napos idő várható. Nagyobb eséllyel a nap első felében néhol kisebb eső és zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Csütörtöki híradónk után a Paletta című kulturális magazinunkban Cseke Klárával, többek között a Süni zene és a Süni gyermekkuckó megálmodójával láthatnak beszélgetést eddigi munkásságáról, jelenlegi feladatairól, valamint jövőbeli terveiről. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!